Új edzővel kezdték meg a felkészülést tavaly ősszel a székesfehérvári műkorcsolyázók. Kulcsár Zsófia a miskolci és budapesti munkája mellett készíti fel a fehérvári hölgyeket. Az egyesület túl van már egy sikeres Mikulás kupán, de hosszú még az idei szezon. Úgy érzem, hogy azért ott tartunk azokkal a versenyzőkkel, akikkel indulni szeretnénk, hogy már készen állnak a kűrök. Decemberben voltunk a Mikulás kupán, ott Franciska nagyon jól szerepelt, jól sikerült lefutni a programját, ez nagyon jó volt. Most a vidékbajnokságra készülünk ezerre. A Magyar Kupa ugye az Budapesten lesz, az majd februárban lesz, és utána még lesz elvileg egy Maskarádé kupa Debrecenben, illetve az Avas kupa az pedig Miskolcon, úgyhogy még összesen 4 versenyünk van, úgyhogy ez azért egész jó így, hogy megnézzük ebbe a szezonban, hogy egyáltalán ki hogy tud versenyezni, ki mire képes, és akkor azt szerint tudunk tovább dolgozni majd a következő években. Az egyesületnél rendben zajlik a munka, fokozatosan építi fel a fiatal hölgyeket a vezetőedző, a hosszú távú célokat szem előtt tartva. Ebben a szezonban pedig az a legfontosabb, hogy egyre több fehérvári korcsolyázó mutassa meg magát a különböző versenyeken, és ezeken már az eredményesség is fontos, Kulcsár Zsófia elmondása szerint.